estét kívánok! Azt hiszem, nem mondok nagyot, hogyha azt mondom, hogy a zárórák fejezetében megint nyitunk egy újabb fejezetet. Ma két vendégem van, olyanok, akik már sok-sok helyen találkozhattak volna az életben, és beszélgethettek volna sok-sok dologról, de valahogy mégsem tették, az útjuk elkerülte egymást. És hogy mitől rendhagyó és új a fejezet, egyikük olyas valaki, aki már volt itt, sőt, az újkori zárórák első vendége volt Vámos Miklós, és akit mellé hívtunk, Carla Galli. Üdvözlöm Önöket! Szia! Megegyeztünk, hogy tegeződünk. És tele lett az asztal mindenfélével, annyiféle tárgyunk van, az egyik még leleplezésre vár, úgyhogy alkalomattán, amikor szóba kerülnek, akkor majd ezeket is előhúzogatjuk. Kezdjük aktualitással, meg hát szakterületekkel. Vámos Miklósnak megjelent az új könyve, az itt is van két példányban. Ugye az az alcíme, hogy Ki a franc az a Goethe, és az a címe, hogy Utazások erotikában. A könyv, biztos vagyok benne, hogy nem áll távol olyanoktól, akik vevők a pszichológiára, vagy legalábbis az emberi kapcsolatokra. És abban is biztos vagyok, hogy leképez valamit, amihez meg Carla Galli nagyon ért, hogy az ember olyan helyet foglal el a társadalomban, amilyen helyet elfoglal a családjában, ha lehet ilyen egyszerűen mondani. Ez az Önök életében egyébként nagyjából stimmel ez a megállapítás? Ha rólam van szó, saját életemről valóban így van, de a szakmabeli gondolataim is ugyanígy, és miért hajlanak, hogy az embernek fontos a szerepidentitása az életben és a privát család életben is. Ez mondjuk azt jelenti, hogy valaki domináns a családjában, domináns lesz mondjuk a szakmai életében is? Nem biztos. Ez attól függ, hogy milyen szerepet felvállalta a saját életben. Lehet, hogy fordítva. Pontosan a családban nincs rend, tehát nem saját helyén van, mert mindenki csak a saját helyén lehet boldog, és ha ő nem vállalta a saját helyét, akkor lehet, hogy fordítva a konfrontáció lesz a munkahelyén. Világos, akkor most egy kicsit, ha elragaszkodunk magától a tudományosságtól, az életükben, a saját privát életükben, mennyire jellemző ez a dolog? Például Vámos Miklóséban. Nagyon komplikáltat kérdez, mert én sajnos régi vágású vagyok, és még emlékszem Hegelre, meg ilyen urakra, ugye Marx Károlyról nem is beszélve. A képként Németországban mai napig utcanév, szóval azért nem olyan horror kiejteni. Most ők ketten azt írták, hogy az az ember, aki a munkahelyén nem tudja magát megvalósítani, az a szabad idejében sem. És szerintem ez a fontos kérdés. Tehát egy sikertelen pályafutás, az majdnem szükségképpen egy sikertelen családi pályafutást eredményez, vagy von maga után. Ez klasszikusan az apám élete például. És ugye én nem panaszkodhatom, tehát azt hiszem tényleg minden dicsekvés vagy álszerénység dacára mondhatom, hogy én nagyon sikeres vagyok, talán extrémen és több pozícióban. Azon gondolkozom közben, hogy mennyire hat visszafelé is a dolog. Tehát, ha visszaidézem azt, hogy egy éve miről beszélgettünk, akkor nem tudom, emlékszik-e rá, szeptemberben volt ugye ez az interjú, ez a műsor, és akkor azt mondta és fejtette ki, hogy egy picit kívülállónak érzi magát az írótársadalmon belül, mert hogy a kortársaival nincs meg az a viszony, ami másoknak meg megvan, viszont az idősebb korosztállyal meg megvolt ez a viszony, ami másoknak meg nem volt. Tehát most, ha ugye ez a visszafelé hatás kérdése, hogyha mondjuk azt mondja az ember, hogy az én szüleimmel kevésbé volt jó a kapcsolatom, akkor ez hat ki talán arra, hogy íróként megkeresi az idősebb patrónusokat, nem? Tehát, hogy a dolog nem csak egy irányú. Szerintem. Tehát ez úgy van, hogy sajnálatos módon én egy olyan családban nőttem föl, ahol a gyerekekkel nem foglalkoztak. Következésképp magányosak voltak mind a ketten, de főleg én. És ezt nem is tudtam megoldani az iskolában sem, nem tudtam jól barátkozni, nem voltak erre mintáim otthonról, és ugyanúgy bókláztam ott olyan egyedül az iskolában, ahogy apám a családban, meg az életben, a társadalomban. És akkor ez így maradt. Uh-huh. És az kétségtelen, hogy az idősebb írókból több barátom van, hiszen ma azt hiszem, hogy a legjobb barátom Müller Péter, aki szintén egy apa figura. De nem én választom őket, hanem ők engem. Tehát valamiért ez az elárvult kisfiú, ez az idősebb férfiakat arra indítja, hogy akkor egy kicsit úgy atyáskodjunk. Pedig az lenne logikus, hogy az elárvult kisfiú keresi. Nem, mert az elárvult kisfiú az ehhez vagy gyáva, vagy szorongós, vagy tele van komplexusokkal, tehát ez nem így van. Viszont az is kétségtelen, hogy én a saját családomban is egy ilyen magányos szirtfok vagyok, mondanám, így minden családomban, mert már második házasságomat nyűvöm. Tehát ez is így van. És még az is úgy van,
hogy ezt talán, tehát nem szabad ilyesmiről beszélni, de én valahogy 50 éves koromtól fittyet hányok ezekre a tilalmakra. Nézze, két feleségem volt el eddig. Az első feleségem, az édesanyám szakasztott ellentéte volt. Úgy is választottam. Mert édesanyám egy kibírhatatlan, mániás, depressziós, örjöngő szörnyeteg volt, de egy nagy formátumú. Tehát, hogy is mondjam, valakit a részletek érdekelnek, Anya csak egy van címen, stb. Bár az regény, de mégis, hogy anyám nyomán. Na, és akkor választottam egy lányt, aki ugyanolyan árva volt, mint én, ez volt a legfontosabb közös nevező, nagyon alkalmazkodó képes, nagyon önfeláldozó, és szép lassan a saját egyéniségét fel is áldozta az ügy oltárán, és ettől egy kicsit unalmas lett, aztán nagyon unalmas. És amikor ez a házasság, hát én nagyon sokáig küzdöttem, 22 évig volt ez a házasság, és semmi baj, ha valami elmúlik, jó, kezdődik valami új. Akkor jött a második, választottam egy lányt, aki ellentéte volt az első feleségemnek. Tehát olyan, mint a mamája? Pontosan olyan, de nagy formátumú, ilyen lángoló, túltengő, aztán áldozatot ő nem hoz. Tehát most ha ne adja Isten, és ez tényleg csak a hipotézis kedvére, egyszer majd kéne egy harmadik, de nevetséges, tehát úgy, hogy valaki egyszer oda megy, és azt mondja, holtodiglan, és akkor mégse, akkor már másodszor enyhe illetlenség megint ezt megígérni egy embernek, aki ráadásul egy nemzeti színű zászlóba öltözik a kommunisokkedő. Na de egy kérdést engedjen meg, utána kár. Várjál, hadd fejezem ezt be. Tehát tételezzük föl, hogy egy harmadik. Majd miért lehet? Úgy érzem, hogy megvolt minden. Hát igen. De a második is, tehát a második meg sokkal jobban működik, mint az első attól, mert olyan, mint a mama? Nem, én azt állítom, hogy mindig olyan nőket választ az ember, ami valahogy a mamával kapcsolatban. Tehát vagy ellene, egy vagy az egybe, mellette. Vagy kontrába. Uh-huh. És talán olyan barátokat, ami a papával. Carla, nyilván egyrészt megvan, tehát láttam, hogy nagyon bólogat közben, tehát nyilván nagyon gondolkodott, de mielőtt, jó vagy nem jó, ez mindjárt kiderül, de mielőtt erre rátérnénk, azért az is érdekel, hogy ön milyen családból jön, tehát az ön párkapcsolata is kihatott az életünkön. Igen, igazad van. Tehát a te párkapcsolatod is kihatott a saját életedre. Mindenképpen, de most már másképpen látom az életet. Azóta, hogy foglalkozom a Hellinger módszerekkel és családfelállítással, teljesen másképpen látom az előző életeimet, illetve a jelen életnek az előző kapcsolataimat, és mennyire tudatosan látom magam most ebben a dologban. Hiszen két házasságon túl vagyok, és két gyerekem is van, mindegyik másik házasságból, és láttam, hogy mennyire áldozatként szerepeltem az életemben, addig, amíg nem voltam tudatos. Mármint, hogy milyen szempontból hát hozzamentem egy férfihez, aki mellett nem tudtam az anyában, az édesanyámban lévő erőket feldolgozni és magáimmal tenni, hiszen anyám egy nagyon erős, kreatív művész, lélek, szerkesztő, író különben, aki viszont nehéz életet élt, mert Sztálin időben elítélt ember volt, bekerült egy perbe, amit majd később rehabilitáltak, de nyomot hagyott ránk és az egész családjára. Tehát én egy anya, egy áldozat volt az életben, és egy végigvittem. Amellett, hogy kínai zárt intézetben nevelkedtem, teljesen külön voltam a családban, mint egy különc valaki, aki, és anya is úgy volt az országnak a részén, hogy ő egy ember, aki elítélt, és ezt az életet hiába tudta ő belül, hogy nem, de mégis ezt vitte. Na most ilyenkor a gyerekek viszik tovább az zászlót, és én akaratlan, tudatlanul vittem. Tehát mi lehetek én? Akkor csak áldozat lehet. Hozzámegyek egy szerelemben, voltam természetesen, egy férfihez, és mégsem tudtam mellette maradni, mert hajtott egy erő, hogy nem lehetek boldog. Ezt most már tudom, de akkor nem tudtam. De mióta tudja? Hát azóta tudom, hogy majd egy ilyen, hát úgy egy, majd 10 éve körülbelül egy teljesen tudatosan. Mert akkor mi történt, hogy azóta világosan? Hát kezdtem foglalkozni, amellett, hogy a szakmámat végigcsinálom, amellett foglalkozom nagyon erősen ezek a rendszerekkel, és a rendszereknek a törvényeivel. Hiszen pontosan, ha tudatában vagyok azzal annak a családi rendszernek a törvényeivel, akkor pontot tudok tenni az ére, illetve minden kapcsolatnak tudok befejezni, ahogy a Vámos Miklós könyvben elolvastam, és ez egy nagyon-nagyon szimpatikus, hogy hiszem a könyvet pont úgy kezdtem olvasni hátulról. Mint az izraeli nővérem, aki így mindig hátulról olvas. Nekem ez furcsa volt. Izraeli könyvet előről kéne. Igen, most itt kezdtem, igen, hátulról. Pedig sporthírek sincsenek benne, ugye azért már szoktak hátulról. Kaptam azt a
azt a jó érzést, hogy igen, akkor ez az ember, aki ezt leírta, valamit tudhat, azon kívül. De most mi az, tudom, amit leírt? Mi az, ami miatt szívta? Végén a családi rendszerbe, családi rendszert megemlíti a Miklóst, azzal, hogy a harmadik feleségével úgy fejezi a kapcsolatot, illetve kint el befejezi. Nem én, a regény, a regényíró, Mester János nevű főhőse. Elnézést, Miklós, mert nekem, én magát látok benne, bocsánatot kérek, hogy sajnálom. Mindjárt vagyok én egy Jánoska? Nem. Valaha is úgy gondolja, hogy így becéznek, hogy Miklóska? Nem. Név nem jelent semmi számomra, hanem egy... Ja? Miért? Müller Péter hogy hívja? A Goethe. Müller Péter? Nem azt mondja, hogy Miklóska? Azt szokta, vagy azt nem, soha. Vagy azt mondja, hogy Miklós, vagy azt mondja, hogy Mester. Az viccel, Mester. De... Aha. Én maestrónak szoktam hívni, szóval el vagyunk. Nekem inkább nem a János, nem a Mester, hanem a Mester szó, az fontos volt, és a Goethe-vel való kapcsolat. De ez a kettő dolog, amit én egy vonalnak látom, de ez az én, ez egy kicsit szakmai dolog volt, hiszen személyesen soha nem találkoztam, pedig mindent olvasom, és figyelek, de na, és így kezdtem, hogy néztem, hogy ez igen, hát itt a pontot tettünk ott az ére, hanem befejeztünk, hát ez fontos, de ha megtanultam már a törvényeket, amelyek irányítják a családokat, és ha ezeket a törvényeket alkalmazunk, illetve a legnagyobb törvény az a rend törvénye. Ha rend van, tehát rend a lelke mindennek, ha rend van a mi nálunk itt belül, ha rend van az én családomban, akkor rend lesz az én további életemben. Tehát így megfigyeltem a minden kapcsolatomban, kerestem valakit, akivel nem lesz rendem. Ez érdekes, mert azért most a fordítottját mondták, tehát ugye Miklós azt mondta, hogy ha a rend szót használva, nyilván ő nem így mondta, hogy ha rend van a szakmájában az embernek, és megtalálta a helyét, akkor ez visszahat és rend lesz a családban. Kárla meg most pont azt mondtad, hogy ha rend van a családomban, akkor rend lesz az életemben. Így van, ami fent az lent, ami lent az fent. Teljesen mindegy, honnan működik. A fának a lombja, akkor lesz egészséges, ha egészségesek a gyökerek, és én a gyökereket keresem. Ha egy kertészt nézi a fát és rendbe akarja hozni, akkor nem a lombot nyírja, hanem inkább gyökerekhez megy. Ha a gyökerek rendben van, akkor a lomb is jó. Van, amikor tetves a fa, akkor kezdünk. Világos. De akkor tisztázzuk ezt a módszert, ami már szóba is került, hogy mi ez a családfelállítás módszere? Ezek a gyökerek? Ezt kell megkeresni? Hát én csak arról tudok beszélni, hogy én mit, amit alkalmazom. Ez a Hellinger-féle módszer, a Hellinger, nem tudom, hogy érdemes most beszélni róla, de hát annyi könyv jelent meg, egy német pszichológus, szociológus, teológus, családterapeuta. Igen, és ő hozta létre egy ilyen módszer, de a módszer úgy hozta, hogy nagyon 16 évig teológus volt is, illetve most is teológus, de 16 évig Afrikában dolgozott, élt, és misszionáriusként kezdte figyelni a zuluknál különböző családi rendszereket, és úgy látta, hogy igen, kedvenc babáim, és megalapította, hogy a rend és annak a törvénye létrehozza egy egységet a családban. Uh-huh. És ez olyasmi, mint egy államnak van egy törvénye, ugye mindenhol törvény van, és minden van, a rend van, anélkül különben ember rosszul érzi magát. Tehát van egy olyan nagyon fontos törvény, hogyha mindenki a saját helyén van, akkor teljesen rend lesz. Miklós mondta, hogy igen, ha rendben van a családom, helyén vagyok a családban, akkor a más területeken, számomra fontos területen, ahol az életem, ahol a hobbim, amitől boldog vagy, rend lesz. Most bocsánat, de az a szerencsés helyzet állott elő, hogy itt a szakember, és itt a munkadarab. Én voltam Hellinger-féle terápián. Pont ezt akartam kérdezni. Kétszer. És én egész röviden el tudom mondani, hogy az mi. Az az, hogy valakinek van egy problémája. Mondjuk az a problémája, hogy ő haragszik az apjára. Ez egy olyan közkeleti probléma. Akkor ott azt mondják, ülnek 15-en körben, mint a cserkésztábor, válasz egyet apádnak. És egy vadidegenre az az apám, válasz egyet magadnak. Tehát emberből. Igen. Uh-huh. Akkor föláll két idegen ember, akinek a problémájával fogad, meg ott ül és kissé zavartan nézi. És hagyják, hogy a két ember ott jöjjön, menjen, időnként megkérdezik, te hogy érzed magad? Megmondja, te hogy érzed magad? És lassan minden oda tart, hogy a szereplők vagy reprezentánsok egymáshoz fordulnak és megmondják egymásnak az igazit. Ha maguktól nem jönnek rá... De milyen igazit? Mondom. Mondjuk azt így belenéz. Most játsszuk ezt anyával, mert ő nő. Valaki haragszik az anyjára, és akkor így ránéz, az őt képviselő, és ösztönösen azt mondja, hogy hát haragszom rád, mert ezt nem csináltad, de most hirtelen itt megértettem, hogy hát ennyit tudtál nekem adni, úgyhogy megbocsátok. Azt mondja az anya, hidd el, mindent adtam, amit tudtam, hát ez ennyi sikerült. És akkor végül valahogy összeborulnak, vagy képletesen, vagy nem. És akkor már az alany is oda megy, ott van egy olyan ölelkezés, és ennek az a közös lényeg, hogyha van egy problémám, egy olyan általános, azt nagyon nehéz elintézni. De azt mondják, hogy itt áll a problémám, ez az ember.
érzem a lélegzetét, akkor valahogy könnyebb ezzel szembenézni. Nos, az én könyvem utolsó része erre célzott a Carla, csak egy kicsit elvontam, mondta, az egy ilyen Hellinger féle szöveg átírása, a tárgyban mit kell tenni, ha az ember egy párkapcsolattól el akar búcsúzni, ha le akarja zárni. És akkor el kell mondani egy szöveget. Ez egy olyan felemelő szöveg, hogy egyetlen mondatot sem mondok belőle, mert feláll a hátamon a szőr. De meggyőződésem, hogy ez működik. Sokat láttam ezen a terápián, és én magam is. De milyen probléma, vagy mi miatt ment oda? Én? Uh-huh. Hát én érdeklődésből mentem oda, gondoltam, hogy írok róla. De természetesen két problémát is előadtam ottan. Ez két különböző alkalom volt. Az egyik a probléma az az volt, kérem szépen, hogy elvesztem a barátaimat. Miért van ez? És akkor felállt két ember, és ösztönösen az alakult ki, hogy azért vesztem el a barátaimat, mert van bennem egy gyerek, aki nem volt képes felnőni, és minden barátságban rögtön megsértődik. Az miért nem csinálja ezt, miért nem azt, így úgy. Amúgy, és akkor ez a sértett gyerek szétrombolja. Mi volna a teendőt felnöveszteni? Na most még nem tudom. De első lépés, ez volt az egyik. Másik, klasszikus párkapcsolati probléma. És a párkapcsolati problémában rendkívül hamar az derült ki, hogy az a baj a párkapcsolattal, mint hogy majdnem mindig az a baj, hogy vannak bizonyos érzelmek, amit egy személy nem kapott meg egy felmenőjétől, és most a párkapcsolatban szeretné megkapni. De ott nem lehet. Ott másfél ötlet. Nekem az a fura dologban, hogy vadidegen emberek között működik. Az egy dolog, ha beszélgettünk valakivel, akit ismerünk, és akkor ő segíthet, és átmenni. De képzelj, hogy nekem milyen fura, ugye engem mindig megbámulnak utcán, és megjelenek egy ilyen terápiának, az első óra szerint, és akkor én ezt úgy szoktam, ezt a gordiuszi csomót átvenni, hogy azonnal elsőnek jelentkezem. Lássák, hogy ez ugyanolyan marha, mint mi vagyunk, ugyanúgy izzad, sír, jó. És akkor megbocsátanak, és az igazán fura ebbe az, hogy nem csak a saját problémámnál van valami súlyos belső épülés, ugyanis folyton kiválasztgatnak szereplőnek. Engem például azért, mert mindig kevesebb a férfi. Uh-huh. Hát én örökké én voltam a pasi, meg az apa meg a minden, és folyton, és mindenki a vállamon sírta ki magát, és itt a fekete pólón itt maradt mindenféle sírásnyom. De minden probléma olyan volt, hogy engem érintett véletlenül. Ugye ez hogy történik? Mondok egy példát, jött egy nő, aki azt mondta, hogy 1956. október 23-án született, és ez az ő problémája. Ugye talán a fiataloknak se kell elmagyarázni, mi volt akkor. Nem hinném, hogy van, akinek kell, nézzen utána. És akkor született, hát nyilván ágyúztak, minden félt, és azóta szorong, és súly problémái vannak. És akkor mindenkit fölállított ez a Manfred nevű német pszichoterapeuta, akit nagyon nagyra becsülök különben. És akkor egyszer csak azt mondta, kéne nekünk még egy szereplő. Miklós, légy szíves. És akkor felálltam, ki legyek. Te vagy 1956. Bám! 1956-ban 6 éves voltam. Egész életemet meghatározta. Igen. Évekig attól féltem, hogy rám dől a Sztálin szobor. Ha van valami, amitől így éber leopárd leszek, az az 56. És akkor engem választottak. A 20-ból. Ez egy ilyen terjedelmesebb. De ha az ember kellőképpen érzékeny, akkor bármit mondanak neki, azt elébe trafál. Ez is igaz, de hát azért lássa be, hogy ez az 56, ez egy kicsit túlmegy ezen a... Ez kétségtelen. De Carla, itt vannak bábuk is. Ezek igen, a terápiák. Hozzá lehet szólni? Hogy ne lehetne? Igazság szerint így is mihez szólni, hiszen olyan csodálatosan megmagyarázta mindent. De végül is annyira nem annyira egyszerű. De mégis magyarázata tartozunk a nézőknek is, hogy egymásnak, hogy mitől működik ez a dolog. Egyébként engem rettenetesen foglalkoztat, hogy mitől működik. Tehát most igen, itt ez vajon fontos. Ez igen. Közöttünk például működhetne? Igen, menjünk el. Igen, menjünk. Nagyon szívesen. Úgy lehet ezt. Szívesen is. Menjünk, mindenki én nagyon szívesen. Mindenki hetente tartok egy megoldások stúdió műhelyt, és most vasárnap lesz, pont holnap után lesz egy nagy felállítás, havonta egyszer tartok. És lehet megnézni több. Na de akkor kellene mondja meg, mint szakember, hogy mitől működik. Hát attól működik, hogy látszik, és úgy néz ki, és úgy néz ki, hogy így valóban létezik egy csoportos lélek, amit nem titok, hanem létezik, és annak a léleknek van egy információja, és mi mindenki hordozunk azt az információt. Tehát Miklós 6 évesen volt 56-ban, akkor ezt az információt hordozza magában. Na de ezt az információt például velem nagyon nehezen hoznánk, szóval ez nagyon nehezen lenne kettő között a közös nevező. Benned is van, az egész világban van az a csoportos információja. Csak bizonyos emberek képesek ezt felfogni, de amikor történik a csoport, és csoportnak van egy dinamikája, akkor ez hat egymásra. Érdekes módon
hatékony. Jó, hogy a vezetőnek figyelni kell, hogy a dinamikája megmaradjon, tehát azért nem olyan egyszerű. Tehát egyszerűnek tűnik, hiszen minden simply the best, de mégis van ennek valamilyen folyamata, amitől speciális szavak vannak, amik hatnak ránk az érzelmek. Hát ezt csak el kell hinni valahogy, mert én se hiszem, tehát legyünk de mégis működik. Minta. Nem de az baj, tény, hogy minden úgy betalál, és akkor elindul egy fejlődés itt bent, nem ott van a gyógyulás, ott nagy sírás van, meg ugye hirtelen lesz az embernek egy csomó barátja, akit soha többet nem lát. Ez is valahogy egy nagy szabály. És de többet nem találkozunk. Ahogy én voltam, az egy hosszú hétvége, és az oda összeverbúrált emberek többet nem érintkeznek. És hogy miért működik, azt mondta, amikor eltelik egy hónap, két hónap, újra meg újra az agy, meg az idegek földolgozzák, hogy mi történt, akkor egyszer csak valamit enyhülnek a fájdalmak. Úgy, a legfontosabb, hogy elmúlnak a haragok. Tehát én tele vagyok haraggal, például a szüleim iránt. És én nagyon olvasott vagyok, tehát Péter Orbántól, nem tudom ki. Akire hivatkozik is egyébként. Igen, és nagyon remélem, hogy a könyvének sikerül egy kis népszerűséget. Csak azért hivatkozom, mert ő írta le ezt a szöveget, amit átírtam. És én az a szerző vagyok, hogyha valamit használ, megköszönni. Tehát én nem vagyok posztmodern, aki csak úgy. És akkor ezekben a könyvekben nagyon sokat olvastam, hogy az egyetlen igazi erő, ami az embert föltöltheti, az a szülei, akkor is már ha rég meghalt. De én ezt nem érzem, soha nem is éreztem. És amikor ott ezen a terápián valahogy rávilágítottak, az is szerepet játszott, hogy ez a Manfred egy rettenetesen rokonszenves ember. Tehát ez hozzátartozik, hogy a nagyon érzékeny, on pontosan tudta, hogy kit, mikor, hova kell állítani, mit tudom. És akkor egyszer csak elkezdte az ember érezni. És nem járt, nincs szerepe. A legfurcsább az, hogy mondjuk fölállítottak, és én egy engedelmes típus vagyok, én kezdek beszélni. Fölálltam, és ott álltam. És magamban, mondjuk én voltam, volt egy nő, aki előadta a konkrét problémáját, nem is fontos, két párkapcsolata van, és az egyik már nem, másik még nem. És én voltam az egyik a kettőből, és ott álltam. Most mi lesz? És egy türelmetlen, hát valami már történjen, itt állunk, recseg a padló, de ez része. Tehát valahogy ott tényleg 10 percig ottan kódorogtunk, és akkor ezzel csak megjött egy mondat, és így. És elindult. Most ez olyan furcsa, hogy én ezzel valamit szeretnék kezdeni, azt nem tudom, hogy írni szeretnék róla, vagy valahogy foglalkozni ezzel, biztos nem úgy, hogy én ezzel pénzt keressek, vagy dolgozzam, de valamire ez nekem kell, ezt homályosan érzem. Mikor működik ezek szerint? Biztosan működik. Mert az előbb azt mondta, hogy nem hiszem, egy szó szerint. Hát én azt nem tudom elhinni, hogy bemegyek 25 idegen ember társaságába valahova, és hirtelen egy közös lélek kialakul, de abban biztosan hiszek, hogyha például színpadi estet tartok, és oda megyek, és ott van 500 ember, akkor az ő fizikai valóságú is kis erejük az engem valahogy feltölt, anélkül, hogy bármit tudnánk. Hát a kettő között van pár. Hát végülis az igen, nem. Csak itt az, csak az nagyon adom. Sejtelmes, hogy a... hogy odáll egy vadidegen nő egy másik nő helyett. És egyszer csak kimond valamit, és a másik nő sírva fakad, mert tudja, hogy ő is ezt szokta mondani. Mm. Honnan tudja? Vagy örökké klisék ezek, amit mindannyian mondunk, az is lehet. Vagy mit tudom én? De van. Biztos vagyok benne, hogy az élet attól szép, hogy tele van olyan rejtélyekkel, amiket nem materiálisan kell elhinni, vagy megérteni, hanem csak úgy hagyni kell, hogy hát végül is, hogyha megyünk az utcán, és szemben egy rokonszenves ember, ugye a férfiaknál ez gyakori, ugye úgy szoktam, hogy jó nő. Igen. De mondjuk jön egy rokonszenves ember, és úgy utána nézünk. Az is valami rejtés. Miért ennek? Már pont ezer jött szembe. Hát a könyvben erre számtalan eléggé kézzelfogható válasz van, de Kárla, azért most szerintem ide kapcsolódnak ezek a bábuk, nem? Tehát ugyanehhez a családfelállításhoz, nem? Hát igen, van egy ilyen csoportos családfelállítás, amikor élő emberekkel dolgozunk. Én nagyon szeretek ilyen kis bábukkal figurális családfelállítást. És akkor hogy személy... kirakjuk a bábukat, és akkor ez ugyanúgy, hogy Miklós elmondta, mellé, hogy, igen, hogy van rengeteg 30-40 bábú van, és azok ott állnak, és az élető, aki itt van, és nem szeretne csoportba szerepelni, aha, mert ő zavarban van, akkor megérkezik is a személyes foglalkozás során. Ő kiválasztja magának azokat a figurákat, amelyiket úgy érzi, hogy hozzászólnak. És belekerül egy még ilyen kellemes állapotban. Még nem válaszol, akkor kirakom az összeset, hogy legyen a választék. Itt van.
Én különben is olyan helyen is születtem, és olyan környezetben éltem, ahol igen, csak itt nem szépségről van szó, hanem itt valamilyen vonzás, érzés. Rólunk van szó, hogy... De csupa szemüveges, drága Kárla. Hát én például nem szeretem a szemüveges. Ő nem is szemüveges, és nem is férfi, igen. Tehát... Én szeretem a szemüveges férfiakat, aki mondottan, sőt, kopasz férfiakat is szeretem. Akkor talán. Van. Komolyan, ezt most, sőt, alacsony férfiakat is szeretem. Na, kirektem az összeset, és akkor mondjuk hát most... igen, ez csak egy negyed része annak, amit csak mondjuk azt, hogy nekem ez a bábú szimpatikus, ez egy pici lányka. Akkor kiválasztod saját magadnak esetleg ezt a kislánykat, vagy esetleg testvérnek, vagy bárminek. Általában úgy szokott lenni, hogy felállít, tehát először én mindenképp, nekem Orbán Péter tanárom volt, úgyhogy büszke vagyok is rá, és örülök, hogy könyvben is benne van, tehát fontos számomra is, és én kiválasztom először, hogy nézd, csak úgy nem történik, hogy most elkezdek és kiválasztom. Valaminek lennie kell, tehát valamit, amit szeretnék megoldani, és annak a meghatározása nagyon fontos, mert nem csak a világban beszélünk, hát én mit tudom én, nem, hanem pontosan tudni kéne, és azonnal az eredendő családhoz fordulok, mert hiszen pontosan az erőforrás a gyökerekben kell keresni, és ha mögötted állnak a te családi szálaid, akkor te tudsz megerősödni. Az életedben, ahogy Miklós mondja, hogy az élete olyan volt, hogy úgy nem érezte, hogy mögötte vannak a szüleid, de végülis ott vannak, és ha egy családi rendszer felállításban mögé teszem, mondjuk van az a kislány, amit te itt igen, beállítottál, igen, ide teszem, és most ő neki problémája vannak mondjuk párkapcsolatban. Nem, ez most kicsit egyszerűsít, nem ilyen egyszerű. Jó, de amikor ma az édesanyját oda teszünk, amit esetleg ő nem tudta maga mögött állítani, mert nem volt vele, nem foglalkozott vele, de a rendszerben, itt felállításban felállítjuk, akkor másképpen fogja érezni magát. Másképpen ez az a érzés, ami megérkezik. Kárla, akkor. Szerinted emögött mennyi a hit? Nem hiszek ebbe a dologba, hogy hit van mögötte. Ez egy valóban, itt egyszerű törvények léteznek. Ennyi. Nem kell most annyira most itt a hitba utazni, és nem. Léteznek a családnak is vannak törvényei, mint az államnak és az országnak. Ha törvényeket betartunk, működni fog az életünk. Nem tartunk meg. Nagyon sokszor a gyerek felugrik a nagymama helyére, és innen irányítja a saját életét. Mm-hmm. Innen nyilvánvaló a gyerek, nem tud boldog lenni nagymama helyén. És te mióta tudod, hogy ez egy működő rendszer? Ez? Hát mert vele dolgozom, és tanára is. De mióta? Mikor? Hát én már 6 éve csinálom azt a rendszert. Akkor találkoztál vele, és igen. Akkor jöttél én rá, először, hogy ez egy működőképes rendszer. Én először Oroszországban találkoztam ezzel a módszer. Hellinger nagyon gyakran jár Moszkvába, és ott tanít. És nekem volt szerencsém, amivel a szervezetekkel dolgozom, és coach, trénerként szoktam cégeknél lenni. Meg voltam hívva egy munkával, és ott találkoztam Hellinger módszerrel. Szóval Magyarországon tanulmányoztam is. Állítólag itt volt, közel és múltban, is volt, és bármi hihetetlen, én nem voltam ott, de azt mesélte valaki, hogy felállította Magyarország jelenkori sorsát. Ezt ott megnéztem volna. Én nekem van rajta CD-n, ott vagyunk mindnyájan tanítunk. És mi Magyarország jelentkezés? Egy nagyon izgalmas és fájdalmas része volt az egésznek. Felállította egy lányt, aki furcsa módon egy turulmodár formában így beállt. Egyszer egy ilyen valami ismeretlen nő, aki azt se tudta, hogy mit csinál, és hirtelen beállt így. Beállította egy helyzeteket, Oroszországot, Németországot, Törökországot, és Ausztriát, azok, akik voltak itt a csatlakozók, és fordítva ellenségek, és azoknak a viselkedése. Idegen emberekből állította, rengeteg hulla volt a földön, tehát is érdekes módon maga Magyarországot hogyan viselkedett. Nagyon furcsa látni lehetett, hogy kapaszkodott a németben, mind amellett, hogy németek tönkretették, kapaszkodott a németben, ellentmondott Oroszországnak, aztán mégis Oroszország kezet nyújtott érdekes módon. De teljesen ismeretlen emberek megmutatta, de ezek érzések voltak. Tehát nem agyáltak. És hogy mi lesz, az is kiderült? Mi lesz a következő nem, ország? Hogy mi van. Nem, az nem, csak az mi van. Tehát mindig az van, tehát mindig az lesz, ami van. Ja, hát ez így egyszerű. Akkor nem sok jót remélhetünk. Mindig, ha változunk, ha tanulunk, hogyha tanulunk a múltból, akkor igen, változás történik. Tehát mindig az lesz, ami van. És mindig az van, ami volt. Kárla, de nem véletlenül kérdeztem ezt a hit kérdést sem, mert te azért elég erősen vonzódsz a keleti kultúrákhoz, igen. Elég erősen hiszel para jelenségekbe, mondjuk így, tehát ilyen földön túli jelenségekbe. Az is közös egyébként, bocsánat, most ezt mondom bennetek, hogy hát nem baj, hogy tegeztem. Ezt a hölgynek kell ajánlom. Akkor tegeződjünk fel. Miklós, megjelentett, hogy is.
azt a hölgynek kell ajánlani. Köszönöm szépen. Tehát, hogy ez is közös bennetek, hogy mind a ketten televízióztatok is, és az életeteknek egy meghatározó része, én szerintem, hogy ebben is, hát, szóval, hogy nem benne voltatok egy rendszerben, hanem csináltatok magatok köré egy rendszert igazából. Na de szóval visszatérve a hitre, hogy a keleti filozófia és vallás felé való vonzódás vajon ebbe beleépülhet? Mindenképpen. Nézd, az önismeret. Tehát lehet, hogy mondjuk a Miklós is, meg én is azért mondjuk, hogy kevésbé hisszük el, mert nincs mögöttünk egy ilyen erős... Nem. Másképpen működnek. Tehát teremtésnek különböző szintjei vannak. Ez egy mit fizika. Tehát van egy teremtés, ami létezik a világban, minden nap teremtünk szavakkal, gondolatokkal, elképzelésekkel, tudatosságunkkal, stb. Könyveket írunk, gyerekeket nemzünk, és bármit munkákban sikeresek vagy sikerektelen vagyunk. Tehát azon múlik még sokszor, hogy hogyan gondolkodunk. Ha a családban kaptunk negatív érzéseket és élményeket, nyilvánvaló, a teremtésnek egy alsóbb szintről kezdem, nem mondjuk középső, teljesen mindegy. Ha én pozitívan vagyok, és állandóan erőt érzek magam mögött, akkor nyilvánvalóan könnyebben tudok teremteni. Tehát vannak emberek, akiknek nehezebb teremteni, és vannak emberek, akik szerencsére már eleve másképpen teremtenek, tehát egyszerűbb. Tehát hit nyilvánvaló, hit mindenhol, hit remény nélkül, tehát nem létezik. Ez egy alap, tehát egy csak alap koncepciónak tartom, de sok ember van, aki racionálisba hisz. Tehát hint mindig van, csak valaki ebbe hisz, valaki abba hisz. Tehát a racionalitásban hinni is hit? Hát te tudod, hisz, mi az, hogy hit? Tehát te racionálisan gondolkodsz, akkor te hiszel ebbe. Az ember mindig azt teszem, amit hiszem, ugye benne van a szavakban. Tehát úgy cselekszel az életben, ahogy hiszel a dologról. Nem tudsz másképpen. Ha tudatosan cselekszel. Hát akkor úgy teszel, ahogy hiszel. Tehát tudatosan. De a kényszerpálya ez alól egy kilógó fogalom. Mire gondolsz? Hát, hogyha nem saját döntéseid, és szóval aki nem a saját életét tudja élni, hanem egzisztenciális kényszer, vagy bármilyen kényszer. Ja, igen, hát ezek amikor irányít minket valami, mondjuk egy érzelem irányít, amit hoztál magaddal a családban, akkor már nem te irányítod az életet, hanem az élet, illetve az élet, illetve érzés irányít téged. És ehhez fontos a családfelállítás, hogy meglássunk, hogy mit történik, ki irányít engem. Én vezetem a saját hajómat, vagy valaki mellettem van, és aki csinálja ezt. De most nagyon érdekes dolog, mert ezt azért szeretném még, ha elmondanád, hogy mi van benne. Ugyanis van itt egy kis batyú, mondjuk így, és benne olyan gyöngyszerű dolog. Ezt elmondom a nézőknek, mintha apró gyöngyök lennének benne. Igen. Ez mi? Ez egy hajdina. Amit mire használsz? Én sok dologra használom, mivel mondom, hogy kínai iskolában nőttem fel, és minket I-Chingre mindig, én nem I-Chinget mondom, hanem mi I-Chinget mondunk, I-Chingre tanítottak, mi nem pálcikával és nem pénzzel néztünk, dobtunk, hanem rizssel. Mivel én a rizs nekem egy kicsit nagy, én hajdinát használom. És mire használod a I-Chinget? Én amikor I-Chinget, ha egy bölcs mesternek a teremtő tanácsára vagyok kíváncsi, szeretnék segítséget kérnél, de utóbbi időben kevésbé I-Chinghez fordulok, inkább a családhoz. Igen? Igen, és most ezt felhasználok másra. Amikor én nem vagyok a saját helyemen, hanem felugrottam valakinek a nehéz sorsú személy, úgynevezett nehéz sorsú személy helyére, én ezt a kis battyút cipelek, ami nem az enyém. És amikor felállítok és egymással szembe állunk, én visszahozom, fordulok az édesanyámhoz, hogy visszahozok neki ezt a battyút, visszaadom nagy szeretettel, ez nagyon fontos. Igen, nem vehetem el az ő sorsát, mert mi gyerekek sokszor a szeretetből nem lehetünk boldogak, és anyuknak vagy az apunknak a sorsát viszünk tudatalanul, tehát nem tudatosan, és én ezt visszahozom. Abba a percben megtörténik valami érzés, mintha elvágtak volna egy vasmacskát, amit téged lefelé húz, ami a hajódat. És Miklós, te mire használod a Yiking vagy I-Chinget, nem tudom, hogy... Hát nézd, az előbb azt elfelejtettem, hogy a Hellingerre úgy kerültem először, hogy ahol mi lakunk, onnan 20 lépésre van egy OTP üdülő, és ott zajlottak. És a feleségem által járt, és mindig mondta, hogy menjek. És én mindig mondta, hogy nem megyek, mert rettegtem ettől, hogy oda megyek, és én utálom, ha néznek, szóval érted. És a feleségem, kamaszkorától jikingezik, még nem volt Müller Péter Jós könyve, amelyik ebből a legjobb szerintem, de voltak előző magyarok, amik meg is vannak neki, nem az szórakoztató, de voltak épp ugyanerre. És napi rendszerességgel, vagy ha nem is napi, de néhány napi rendszerességgel dobálta ezeket a pénzeket. Eleinte nem értettem, hogy mi ez a pénzcsörgés, mert
Nem is annyira egyszerű, vagy nem, legalábbis. Nagyon egyszerű. Igen? Annyira egyszerű egyébként, hogy pénz se kell hozzá, tehát megfogod a Müller Péter Jós könyvét, az utoljára tegnap csináltam, megszereted egy kicsit, szóval testi kapcsolatban, és akkor fölteszel egy kérdést, mondjuk azt a kérdést teszed fel, hogy mi lesz a végcsattanója ennek a műsornak? Ez profán dolog most, tehát nem erre kell. És akkor kinyitod. És ahol kinyílt, ott van a 64 Jós jelből az egyik. Elolvasod, és próbálsz. Hát vannak, akik a Bibliát használják hasonlóképpen egyébként. Hát, igen. És ezzel elég sok mindent lehet csinálni, ugyanis te fogod elolvasni. És én már ezeket a Jós jeleket elolvastam ezerszer. De mindig a kérdéstől függően valahogy más van odaírva. Tehát kicsit az az érzés, de amikor ezt se fogod elhinni, de nem baj. Én, hogyha a régi filmet megnézek másodszor, akkor látom, másképp játszanak a színészek, mi történt. Uh-huh. Pedig hát ne. Na most ez ugyanaz, és ha az utazások erotikában valaki elolvassa, és eltelik egy kis idő, és valamilyen... Újraolvassa, mert történik vele valami. Meg nem is mondom meg, hogy milyen okból, de egyszer csak mégis újraolvasni kényszerül, akkor fog egy másik könyvet olvasni. Ilyen alapon az olvasás egyébként olyan akrobata mutatvány, ahol van egy Untermann, meg egy repülő akrobata. Az Untermann az olvasó, és a repülő akrobata meg az író. Tehát ez egy duett, és ahányan elolvassák, annyiféle könyv ez, és csak remélni lehet, hogy azért vannak olyan azonosságok, amelyek számomra kedvezőek, tudod? Igen, csak ez azért is érdekes, mert itt megint felmerül számomra az a kérdés, hogy vajon csak hinni akarok benne, vagy tényleg úgy van, hát, nem? Döntsd el, és ez miért érdekes? Tehát a Yiking... Nem, igazad van, miért érdekes, ha használ, akkor nem. Tegnap fontos. A következő történt, Müller Péterrel beszélgettem ilyen helyzetben az Alexandra könyvesházban. Szörnyű volt, hanghibák, mit tudom, de a beszélgetés csodás volt. Tehát újdonsült barátommal beszélgettem mégiscsak, még 3 hónapja ismerem. És én tudom, hogy neki ez egy szent dolog, ez a Yiking, és előtte meditál, meg füstölő, meg mit tudom én. Tudtam, hogy tiltakozni fog, de mondtam neki, játszunk. Most nem van komoly ez. Tessék, vedd a kezedbe. Így. És akkor mondjuk az a kérdés, hogy minek fogsz a legjobban örülni 2008-ban. Uh-huh. Na nyisd ki, mi jött ki. Az jött ki neki, hogy a nehézség legyőzése. Mondtam, jaj, de irigyellek, ezt én szerettem volna. Erre azt mondta, tessék, most te. Így kinyitottam, nekem az jött ki, hogy gyülekezés. Én ezt értem. Hogy mi, hogy 2008 gyülekezés, ez mi? A gyülekezésnek, összegyűjtésnek, valami újjáépítésnek. Időszaka. Tehát valami... egy új regény írásának akár? Nem, de most ezt hadd nem mondjam meg, csak fogadd el, hogy én tudom jól, hogyha sikerülne 2008-ban valamit összegyűjteni, újraépíteni, megcsinálni, akkor az lesz nekem a legnagyobb. Igen, tudod, hogy milyen ez? Olyan, mintha azt mondom, hogy szeretet, és különböző kontextusokba teszem ezt a szót, ez mindig pont. Mást jelent. És ez annyi olyan. Történik, hogy hozzáköltöd a kontextust. Nem, annyi történik, hogy foglalkoztál vele 5 percet, és nem úgy, hogy ültél, és tépted a szádat, és azon gyötrődtél, ami, hanem egy kicsit távol toltad magadtól, egy kicsit játékosan. De ugyanaz. Tehát végeredményben én, ha nincs a könyv, akkor is azt mondtam volna, hogy annak örülnék legjobban 2000-ben. De így, hogy a könyvbe ez jött ki, örülök, aha, jön. Tehát, és a játék fél idegen tőle. Hát, tudom miért, mert ilyen komoly szemüveges vagy, és nyilas. Ha akarod, leveszem. Már hát nem is annyi. Áll, nincs, hogy nem vagy olyan szigorú. Jó, de most, ha ez mindkettőtök igaz, szól a kérdés. Igaz, most már nem látsz minket, de hát Istenem. Még ha csak egy a körvonalaitokban megvagytok, úgyhogy nincs nagy baj. Mindkettőtökhöz szól a kérdés, hogy a Yiching egy támpont, hiszen nem tudom, ha nincsen család mögötted, akkor kell valami na, más, amibe kapaszkodsz? Megmondom neked, amikor kicsi voltam, még egyszer vissza nekünk a kínai iskolában, ez volt a támpont. Mi nagyon sokat kértünk tőle tanácsokat, mert itt tanítottak minket a tanárok, hogy példabeszédek, taók, Yiching, minden. De most létrehoztam, hogy én is így gondolkodok sokszor, hogy Müller Péternek a könyvét fogom is kinyitom, ott, ahol vagyok, és pontosan az az. És van nekem a honlapomon, ha mondjuk felveszed a szemüveget, és megnyitom, akkor van Yiching rajta, és ugyanilyen kis kártyák vannak, és gondolsz egyet, és csak megnyomod egyet. És pont az lép neked, az jön, hogy a napra csak egy tanács, hogy mit tegyél a mai napon, hogy Yichingből. Tudjátok, ez ilyen, hogy az ember eltöri a lábát, és akkor persze első pillanatban bosszus, hogy eltörte, és utána pedig azon gondolkozik, hogy ez biztos valamire majd tovább visz. Na de, olvasni. Na de, ha már egyszer könyv, és erről még keveset beszéltünk, Karla a műsor elején megemlítetted, hogy számodra nem a név volt a fontos, hanem például Goethe volt fontos ebből a könyvből. Neked miért?
Igen, mert párhuzamot, én mindig párhuzamot keresem, nekem sajnos. És mi a párhuzam, amit találtál? Én benne fontos? Láttam a mesterben, én a Miklós láttam benne, három figurát látok benne én, de hát én nem vagyok kritikus, tehát nincs is jogom hozzá. És, viszont olvasó vagy, és neki de írja. Olvasó, igen, és sajnos nagyon sajnálom, hogy nagyon később kaptam ezt a könyvet, mert nem mindenhol lehetett szerezni, és végül is már kevés az időm, de úgy amennyit beleolvastam, és a végén mondom, végén kezdtem. Én a Goethét nagyon erősnek látom benne, a párhuzamot, és a Goethében látom az életét, és azt a sok-sok-sok nőt, amit kíséri az életét. Látom a Mester Jánosnak azt a tíz nőjét és három feleségét, és azt láttam azt a párhuzamot, hogy egy Mester János mintha számomra egy modellezi, hiszen számára egy nagyon komoly szimbólum az az egész végül ez a bőrönt, ez a cipelés, de számomra ezek szimbólumok, én ebben látom, mondom, ez a keleti filozófia egy picit része, tehát ezeket látom. Biztos nem újat, vagy esetleg egy új dolgot, most saját gondolatomat mondom. Hát de megkérdezzük, hát mennyire igen. Új? Miklós, mennyire új, amit Kárla mond? Hát nézd, azért meg kell várni, mi valaki elolvassa, de a Goethe az én könyvemben kontrapunkt, ha szabad német kifejezéssel jön, de miért ne volna szabad Goethe kapcsán? Tehát én arra gondoltam, hogy én a család krónikása vagyok. És már írtam apákról, anyákról, igen, most igen. A párkapcsolat jött. És próbáltál testvérekről. Sajnos sok is. Ember azt hiszi, hogy ez a szexről szól, pedig nem az a cím, hogy utazások a szexben, hanem utazások erotikában. Az erotika az nagyon más, mint a szex. Tehát, ha így nézzük egymást, az például erotikus lehet, még sokkal unalmasabb dolgok történnek a közelebb. Ne harag. Miért? Nem tudom, mert vicces. De most. Engem az erotika fogott meg benne, szó szerint. Mostan én megpróbáltam azt, hogy mi van akkor, hogy egy ember életét megírjuk a tíz nőjén keresztül, ebből ugye van három feleség és hét egyéb. Egyéb, igen. És kész. És ehhez a Goethe nagy segítség volt, mert ő volt kora legnagyobb kaszanovája, gyönyörű ember. Ez az a pillanat, amikor először itt is elmondom, hogy a főhősöm, az egy Dr. Mester János nevű kis hosszúkás alak, aki mindig ilyen kínai sellemsállat hord, mint ez. Azért hoztam. És itt van Goethe mesternek egy remekbe szabott kis inkább erre mutasd így. Szobra. Ugye ezen látszik, hogy milyen őrületesen szigorúan bírt nézni a római sasorra, két oldalán lévő szemével, milyen szép volt, ugyanakkor milyen hideg volt, ezen a szobron is kiderül, de neki 100 nő ügye volt, és kérem szépen döntő többsége a 18. században. Ez egy őrületes szám. Egyébként olyan ember volt, hogy elkezdett így nézni, amit nevettél, és akkor remélte, hogy leveszi a nő a szemüvegét, és remélte, hogy közelebb mehet, és abban a pillanatban, hogy a nő azt mondta, hogy hát akkor tessék, akkor elmenekült. Aha. Mert őt csak ez érdekelte, és úgy érzem, hogy ez volt a helyes hozzáállás, és ami ma van, az, pont, az nem jó. A gondolatolvasó vagy körülbelül, mert pont azt akartam mondani, de hogy amiről meg te írsz, az nem arról szól, hogy ugye az erotikus nézésről kellene beszélni. Nincs itt már idő, a 20. Na ez az, század. Nincs itt már idő, de akkor ez egy ilyen nagyon, ha mondjuk kicsit visszautalva a beszélgetés egyes elejére, arról kérdeznének, hogy milyen lesz ez az ország, vagy ez a világ, akkor az egy kicsit azt olyan. Meg mondani. Jajjaj. Ez az ország és ez a világ. A 20. században teljesen elromlott. Maradjon nyugton, Johann Wolfgang, teljesen elromlott. Megmondom miért. Mert először is minden, aminek titoknak kéne lenni, itt kint van. Tehát egy 12 éves általános iskolás, míg hazamegy, fog látni 24 női mellett, amit én egész kamaszkoromban egyet láttam, mikor szoptatott valaki. Női mellett egyéb érdekes női testtájakat is fog látni, és állítom, hogy nincs olyan gimnazista, aki ne látott volna még filmen vad szexjelenetet, tehát nem olyan imitáltat, hanem igazit. Az összes reklámban ott vannak nők, ezek mind úgy látszatra jobb nők, mint akivel az ember él, és akkor ettől az az egy, ami a szerelem, házasság, párkapcsolat témát igazivá teszi, a titok. Az nincs, az első dolog. Második dolog, hogy a nők, és ez persze rátok nem vonatkozik, de a nők elférfiasodnak, férfiállásokat választanak, férfiként beszélnek, eldurvulnak, a férfiak elnőiesednek, elgyávulnak. Ebből ugye az következik, hogy voltak éppen, teljesen megértem, hogyha egy nő partnert választ magának, ha akar egy igazi férfit. Sok más lehetősége nincs. Na most én kritikai realista vagyok, én csak fel akarom hívni a figyelmet arra, amit látok. És ez a utazások erotikában arról szól, ahogy én Magyarországot látom, és azt ajánlom, próbáljunk visszatérni. Én például szeretnék maradni férfi,
Én megnézem, úgyhogy ebben közösen nevezünk. Akkor mi ketten megoldottuk, viszont, de van még 10 millió. Így van, de viszont ez most végszó, mert hogy Kárlál, tényleg csak két mondat ehhez a témához, annyi időnk maradt még. Te is így látod? Kimerítő volt? Nekem igen, tökéletesen. Én is nők helyén legyenek a nők, a férfiak legyenek, és legyen rend a családban, és mindenki maradjon a saját helyén. Akkor 10 millió mínusz 3. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, én legközelebb is várom önöket, és az interneten is megtalálnak minket www.mtv.hu lapaján narancssárgával záróra, ott ezt és a többi beszélgetést is megnézhetik. Viszlát!